A Nagyhagymás hegység a Keleti Kárpátok egyik legismertebb, talán a leglátogatottabb hegységi tája. Az itt létrehozott nemzeti parkot 1990-ben létesítették, mely többek között magába foglalja a Nagyhagymás, Egyeskő és Öcsém hegységek területeit is. A park flórája különleges növénytársulásokból áll. Védett növényfajok, többek között a havasi gyopár, tiszafenyő, sárga tárnics vagy az érgeboglár. Ezek mellett nagy számban találunk gombafőféle, csenkészféle, pázsitfűféle vagy habszegfűféle növényeket is. Védett állata a fogarasi havasokból áttelepített zérge. A hegycsúcsot több turista ösvényen is meg lehet közelíteni. Az egyik leggyakrabban használt útvonal a gyalogosok számára Balánbánya római katolikus templomától, a Kovács-patak szádától indul. Az út első 800 méteres szakasza a Kovács-patakot követő utcán halad végig, majd elhagyva a települést a jelzés felkapaszkodik a Kovács-patak egyik mellékága és a Szoros-patak által közre zárt hegylábra. A beerdősödött, meredek ösvényen 45 perc gyaloglás után találkozhatunk az első nagyobb nyílt területtel.
Nem sokára átvág a jelzés a nyíres sarok gerincének másik oldalára, egy megtépázott, kiszáradt fákkal teletűzdelt erdőrészt érint, majd a szép patak egyik mellégágocskáját harántolja. Itt ajánlatos pótolni a vízszükségletét. A kis patakon átkelve, egy sziklatömb mellett haladva el pár perc után el lehet érni a tisztás alját. Ez az útvonal a hegység könnyebb megközelíthetősége mellett vonzerejét elsősorban a változatos földtani felépítéséből következő gazdag domborzati formavilágának köszönheti. Meredek kaptatón az egykori sívontatóval is ellátott sípálya mentén haladva, körülbelül 300 méter után láthatóvá válik az egyeskő lábánál fekvő menedékház. A fáradt turistáknak otthont adó létesítmény már évek óta használhatatlan állapotban volt egészen mostanáig, amikor Csíkszentdomokos polgármesteri hivatala úgy döntött, ideje kicserélni az 1932-ben átadott régi menedékházat annak másolatára. Az új épület egyes elemeit egy csíkszentdomokosi cég készítette el és rakta össze még a faluban. A legnagyobb nehézséget a menedékház elemeinek helyszínre szállítása jelentette, ez pedig a kedvezőtlen időjárás miatt sokáig elhúzódott. Végül a régi épületet lebontották, és sikerült befejezni az új menedékház építkezési munkálatait. Már két szoba lakható az arra látogató turisták számára, három szobában pedig még le kell fektetni a padlásdeszkát, valamint meg kell oldani a fűtést is. Ezek a csíkszentdomokosi polgármester elmondása alapján valószínűleg tavaszra lesznek beüzemelve. A rengeteg turista által látogatott hegységre jellemző, hogy kiemelkedése nem egyenletes, hanem többször megújuló szakaszokban történik, s a teknő nyugati oldala magasabbra emelkedett, mint a keleti oldal. Így a legnagyobb magasságokat a nyugati kristályos palákra és gnejszekre települt mészkőrétegek gerincvonala képezi. Leghíresebb az 1608 méteres egyeskő, mivel mély benyergelés választja el a nagyhagymás és az öcsém tetősziklafalától. A valóságban nem egy, hanem öt hosszú, égben nyúló sziklaszálból áll. Jellegzetes sziklatornyait az eső és a fagyrepesztés formálta. Thank you.
alsó harmadát saját törmelékből képződött lejtő övezi. Mellette délen áll az Öcsémhegy. A lábaihoz simuló ördögmalmok messziről kimagaslanak a zöld fenyőerdőkből. Északnyugat felé a Bárányhavas, majd az 1792 méter magas nagyhagymás csúcs következik, melynek függőleges falai a Vereskőnél és a Fehérmezőben megszakadnak. Az égben magasodó egyeskő sziklák látványa Sík Sándor költőt is megihlették, amikor ezt írta. A hagymás üzen az öcsémnek, az öcsém felel a hagymásnak. Mit üzenhetnek egymásnak? Közepettük a négyágú kőkoronával ékes fő, egyedül áll az egyeskő. A hagymást utak ölelik, az öcsémhez ösvényke fut, az egyeskőre nincsen út. A hagymás Gyergyóra könyököl, az öcsém Csíkországba néz. Az egyeskő csak az égbe föl. A hagymás szénáért könyörök, az öcsém emberekért, az egyeskő semmit se kér. A hagymás mondja légy velem, az öcsém bíztat, kegyelem, az egyeskő semmit se mond. Feje körül az Úr lelke borong.
A környék legmagasabb csúcsa a Nagyhagymás csúcs, igazi svájci jelleget kölcsönöz a tájnak. Tetejéről a látvány gyönyörű, és kárpótolja az embert a fáradozásokért, amelyek árán eddig feljutott. Betekintve látható a csolhó, a kelemen havasok, hideg, páramentes időben pedig a radnai havasok, a fogarasi havasok, a bucsecs és a királykő is. Visszatekintve páratlan kilátás nyílik az Egyeskőre és az Öcsém szikláira, valamint a Csíki medencére, egészen a Szent Anna tavat rejtő Csomád kópjáig. A hegycsúcsra felérkezve a lábunk alatt az itt születő Olt völgye terül el. Jobbra tőlünk a Fehér mező, a Patkókő, a Cofránka, valamint a Békási szoros sziklavilága látható. Előttünk távolabb a Hargita vonulata kéklik.
Reméljük, sikerült kis filmünkkel felkeltenünk érdeklődésüket, és kedvet kaptak egy jó kis kirándulásra. Fedezzük fel Hadgita megye változatos, különleges vidékét, a turisták számára rengeteg látnivalót rejtegető, érintetlen természetét.